A délutáni órákban került megrendezésre a Tarceon épülő pezsgőgyár alapkőletétele, amelyen vendégül látták a közreműködőket, érintetteket, a helyi borászokat és családjaikat. A köszöntések előtt egy rövid pincetúrán vehettek részt a megjelentek. Bejárhatták az F alakú pincerendszer folyosóit, ahol éveken belül hordók és italok fognak nagyszámban felsorakozni. Terveik vannak ugyan idővel a bővítésre, de egyelőre tökéletes kezdetnek gondolják a helyszínt. A pince megtekintéséről visszaérve Elke Zsolt köszöntötte a vendégeket, akikkel közösen tervezi folytatni cégük munkásságát Tarcalon. Mesélt az NBA Team arculatáról, ami 2008-ig vezethető vissza, amikor megalakult az akkor még informatikai igények kiszolgálásán alapuló vállalat. Látva a folyamatos gazdasági nehézségeket, kezdték bővíteni szolgáltatásaik felhozatalát, amely az évek alatt elvezette őket a pezsgőgyártáshoz. A cégnél többen foglalkoztak borászattal, ez megadta az irányt, amin elindultak. A pezsgőgyártás egy felfutóban lévő ágazat, amivel a környéken egy piaci részt tudnának eredményesen betölteni. Mindenképpen Tokaj hegyei a térségében tudták elképzelni az üzem megvalósítását, ahol Tarca a gyönyörű községére esett a választásuk, mivel egy dinamikusan fejlődő, gazdaságilag feltörekvő település fedeztek fel benne. Reméli ehhez a fejlődéshez ők is hozzá tudnak majd járulni, amikor 2 évben megkezdi működését a pezsgőgyár. Gondolkoztunk több lehetséges célpontban, ugye szóba került Mád, Tája, Tokaj, de ahogy körüljártuk itt a környéket, ugye Tiszaújvárosba van a cég egyik székhelye, és ugye onnan jöttünk fel körülnézni. Mi elég nagy potenciált látunk Tarca fejlődésébe. Tehát Tarcal közel van Tokajhoz, de mégse egy olyan annyira felkapott hely, annyira nagy turista látványosság, és ugye mi azért pezsgő üzembe gondolkozunk, szeretnénk majd természetesen később bővíteni szálláshelyekkel is, de most a pezsgő üzem, ez pont Tarcal, pont az a hely, ahol meg tudjuk termelni, nagyon jó dűlők vannak, nagyon jó szőlészek vannak itt a környéken. Az alapanyag könnyű beszerezni, aránylag közel van, és ugye hát a legnagyobb vonzerő, ugye ez a több mint 800 négyzetméteres pince, ami az egyetlen olyan pince, itt szerintem mondhatom a környéken, Tarcalon az biztos, ahol vízszintes bejárat van. Ugyis a pincéknek a 99%-a lefelé megy. És azért nekünk nagyon fontos az, hogy reméljük, hogy egy évi 100 000 palack termelést fogunk tudni hozni, és nagyon fontos az, hogy tudjuk mozgatni ugye ezeket a palackokat. És ugye itt sokkal egyszerűbb a targonca gépbejárás. Ugye egy U alakú épületről van szó. Hogyha szembeállunk vele, ugye a jobb oldali, az teljesen a termelő üzem része. Ugye itt tartályok vannak, különböző gépek, eszközök, berendezések, ami a must, sőt, ugye később présgépet is akarunk hozni, ami teljesen úgy mondom, hogy a szőlő behozatalától a dugózott, címkézett, papírdobozba került pezsgő, teljesen végig tudjuk vezetni a. A másik oldalt van a gazdasági helységek, raktárak, és középen pedig egy ilyen taggal lesz összekötve, ott pedig szeretnénk egy ilyen kávézó, kóstoltató, pihenő helység, ahol a turisták, hogyha jönnek, vagy a vevők, vagy bármilyen vendéget, akkor itt méltóképpen tudjuk fogadni őket. Butta László, mint Tarca polgármestere, örömmel fogadja az új befektetőket. Úgy gondolja, az NBA Team egy jó csapat, akik könnyen együtt tudnak majd dolgozni a helyi vállalkozásokkal. Közösen dolgoztak a bányató megmentésén, amikor felmerült az üzem ötlete. Külön meghatározónak gondolja, hogy a pezsgőgyártásához a helyi termelőktől terveznek alapanyagot vásárolni, ami hozzájárulna ahhoz, hogy a szőlőtermelés rangja ismét felértékelődjön. Reméli, egy generációkon átívelő közös munka kezdete ez. Nagy örömmel vettem a hírt, hogy a mai napra meghívtak engem az MB Team Kft. Vezetője, Elke Zsolt, egy alapkőletételre, méghozzá egy pezsgőüzemnek az alapkőletételére. Településünkön már egy pár szakág megjelent már, hiszen a borászat már régen itt van a településünkön. Mellette most nagy örömünkre a borászattal úgymond párhuzamos ág, a pezsgőüzem is, hogyha megépüljön a településünkön, akkor ezáltal
munkahelyek is teremtődnének a településünkön, sőt, hogy mondta az ügyvezető úr, évi 45 ezer palack pezsgőt szeretnének évente legyártani, ezen kívül később fel szeretnék futtatni ezt a darabszámot 100 ezer palack per évre, és még szeretnének az itteni borászatoknak is segíteni, hogy nekik is akár bér palackozással pezsgőt készíteni. Nagyon minimális a szőlőterülete a KFT-nek, nem is akarnak szőlőterületet venni, hanem az itt lévő szőlős gazdáknak a termését tervezik megvásárolni, ezáltal egy kicsit könnyítenének az itteni szőlős gazdákon, hiszen tudjuk, hogy az utóbbi években milyen nehéz a szőlő eladása, megtermelik nehezen a szőlős gazdák, de az eladása vagy nyomottáron történik, vagy egyáltalán el sem tudják adni a szőlőt, és reményeink szerint akkor egy jó pár tartsai gazdával majd tudnak szerződést kötni, ezáltal biztosítva lesz a gazdáknak a szőlőnek az átvétele. Egy időkapszula elhelyezésével megtörtént az alapkőletétel, ami innentől egy folyamatos együttműködést jelent a település számára. Tovább folytatódott az ünnepség, ahol az eseményhez illően pezsgővel kocintottak a résztvevők.